Köszönöm szépen. Pusztai Erzsébet infektológus a következő vendégem. Kezdjük csak, jó reggelt kívánok. Előre szeretném jelezni, nagyon sokszor volt már nálunk vendég, ezt nézze el nekünk is a rendkívüli helyzet miatt, hogyha úgy alakul az adásmenete, hogy megszakítom önt, mert kapcsolnunk kell valakit, akkor ezt kérem, fogadja el. Köszönöm szépen. A koronavírusról fogunk beszélgetni, és ugye milyen érdekes a háborús helyzetet említi ugye az ember, és erről beszélünk. Eltörpül innentől kezdve az, hogy most a Covid és az Omikron járvány lecsengése, az ötödik hullám hol tart, ettől függetlenül ez még jelen van a mi életünkben. Hogyan és mire kell felkészülnünk ön szerint? Szerencsére valóban úgy áll a helyzet, hogy csökken a járvány, tehát a fertőzöttek száma is csökken. Egész Európában azt lehet látni, hogy enyhítenek az intézkedéseken, mert egyrészt csökken a fertőzés terjedése, másrészt az Omikron változat elég világosan látható, hogy az emberek többségénél részben az átoltottságnak is köszönhetően, vagy nagy részt az átoltottságnak is köszönhetően nem okoz olyan súlyos állapotot, hogy kórházi kezelésre legyen szükség. Ezért valóban úgy áll a helyzet, hogy ma már nem lehet karanténozással, meg nincs is értelme ezzel követni, tehát érdemes beléptetni azokat az intézkedéseket, hogy csak annak kell otthon maradni, akinek tünetei vannak, azt kell tesztelni, akinek tünetei vannak, és szabadabban lehet ma már közlekedni. Aki nincs beoltva, és különösen, ha többféle másfajta betegsége is van, annak nagyon-nagyon érdemes óvatosnak lenni, és ha nagyon sok ember közé megyünk, akkor szerencsés dolog fölvenni a maszkot ma még. De jó, hogy ezt mondja. Éppen ezt kérdeztem volna öntől, hogy fellélegezhetünk-e olybá, hogy innentől kezdve a maszkunkat elrakjuk a legalsó fiókba. Én azt javaslom mindenkinek, hogy őrizze meg a meglévő maszkjait, hiszen nem csak a koronavírus esetén fontos, hogyha tünete van valakinek, ha náthás, köhög, kaparatorka, felső légúti hurutot érez, akkor hordja a maszkot, hogy vigyázzon a többiekre. Ugye a hírekben azról is lehetett olvasni, hogy az egészségügyi rendszer is egy kicsit kezd felszabadulni, hiszen csökkent a kórházban kezelteknek a száma, a jelentkezőknek a száma, és csökkent a lélegeztetőgépen lévőknek a száma. Hát sajnos Magyarországon még mindig elég sokan vannak kórházban. Sokan, de folyamatosan csökken szerencsére. A lélegeztetőn lévők száma és sajnos a halálozás az mindig később fog csökkenni, ahogy később jelenik meg, úgy később is fog csökkenni. Lehetett olvasni az elmúlt napokban egy teljesen új variánsról, ami jelen van, vagy felfedeztek. Erről mit tudunk? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hónapok óta állandóan lehet olvasni, itt-ott-amott felfedezett ilyen-olyan variánsokról. A vírusoknak, különösen ilyen sok ember közterjedő vírusnak az a jellemzője, hogy ahogy ilyen óriási mennyiségben szaporodik, folyamatosan módosul. A variánsok jelentős részének semmi különös jelentősége nincsen, hiszen épp hogy csak módosult valamennyit, amit a laboratóriumokba ki lehet mutatni. Én nagyon remélem, hogy az lesz igaz, amit most már tulajdonképp január óta lehet látni, hogy ez az Omikron változat a gyors terjedésével kiüti a többi változatot, és ezáltal szépen fokozatosan leáll a járvány. Nem tűnik el, de valószínűleg nem ilyen hullámok formájában fog megjelenni, hanem ilyen őszi-téli időszakban kisebb csoportos előfordulások valószínűleg lesznek. Hasonlóan az influenzához. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Ugye a beszélgetésünket is azzal kezdte, hogy ugye csökken a fertőzésnek a hulláma, részben annak köszönhetően, hogy már relatíven nagy az átoltottság. Mégis nagyon szeretném azt kérni öntől, bocsánat, hogy azt legyen olyan kedves elmondani, hogy ajánlja-e, javasolja az embereknek, ha már szóba hoztuk ugye a maszkot, mit tegyenek azok az emberek, akik
két oltással, védőoltással rendelkeztek, és eddig olyan bizonytalanok voltak, hogy na, a harmadikat most beadjuk-e vagy sem. A harmadik oltást érdemes fölvenni, ezt több helyen vizsgálták, és az a tapasztalatuk, hogy megerősíti az illető személyvédettségét. Különösen igaz ez az idősebb korosztályra, és olyanokra, akiknek más betegség miatt az immunrendszerük nem feltétlen biztos, hogy jól működik, vagy egyáltalán komolyabban veszélyeztetettek. Közben a hírekben ugye arról is lehetett olvasni, bocsásson meg, hogy kicsit ilyen puskázok, hogy pontosan idézek, de ugye a francia Sanofi gyógyszergyár részéről készülnek most egy olyan engedélyeztetésre, ami természetes vakcináról van szó, és azt mondják a gyártók, hogy na ez most egy olyan vakcina lesz, aminek a hatékonysága, nem is túloznak, 100%-os. Tehát akkor ezek szerint az egész világot megmenthetik ezzel az új vakcinával, ha elfogadják ugyanak az engedélyeztetését. Olyan értelemben reméljük, hogy sikerül olyan oltóanyagot készíteni, amelyik a szervezetben nem csak átmeneti, egy-két évre szóló, hanem tartós védettséget tud kialakítani. És ebben az esetben természetesen tényleg azt mondhatjuk, hogy ezt a járványt sikerült leküzdenünk, és a dolog elmúlt, nagyon sokféle oltóanyag kísérlet folyik. Én azt gondolom, hogy ma már nyugodtabbak lehetünk, mert enyhül maga a betegség, és enyhül a járvány is, és oldhatjuk föl a különböző korlátozó intézkedéseket. Miközben persze az ember egyik oldalról a járvány miatt megnyugodna, és a másik oldalról pedig egyszer csak azzal találkozik, hogy ma kora reggel elkezdődik egy háború, ami hát rendkívül megrázó. Amit nem egy vírussal szemben kell megnyerni az emberiségnek. És háború alá nélkül nincs.